A doktor. Izzadékonyság. Köszöntöm Önöket! Az izzadás, az izzadság a legegyszerűbb hétköznapi helyzeteket is sokszor rémálommá tudja változtatni, hiszen olyan érzéseket, érzeteket kelt a körülöttünk állókba, mint hogyha mi nagyon-nagyon idegesek lennénk, stresszelnénk valamin, míg lehet, hogy valaki egyszerűen csak kicsit izzadékonyabb alkat. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvosintézet orvosigazgatója. Doktor úr, mikortól számít kórosnak az izzadás? Ja, hát abban a pillanatban, hogy az illető zavarja, aki kórosan izzad. Mindenkit zavar az izzadás. Nem feltétlenül, hát de ennek azért vannak fokozatai, és van egy olyan mennyiség, ami meg kötelező. Hát azért az izzadásnak van egy biológiai funkciója. A hőháztartásunk elég fontos része az izzadás, azzal a fizikai folyamattal, ami a bőr felszínéről a verejtékezés elpárolgását jelenti, azzal hőtől szabadulunk meg, tehát a szervezetünk túlmelegedésétől tudjuk védeni magunkat, tehát nagyon hasznos dolog. A probléma ott kezdődik, amikor hát vagy a mértéke az, ami inadekvát, vagy hát már túlmutat az egész a hőháztartáson, tehát az előbb felvezetettekben, hogyha valaki mondjuk stresszes körülménybe kerül, és elkezd verejtékezni a homloka, a háta, a nyaka, a tarkója, a mellkasa, a tenyere, a lába, minden, akkor azért az általában probléma, az egy kóros reakció. Tehát teszem azt mondjuk egy vizsgaszituációnál, vagy egy dolgozatírás közben, semmiféle pozitív hozadéka nincsen annak, hogy valakinek a tenyeréből csorog az izzadság. De ettől nem leszünk okosabbak, egy percig sem, sajnos. Nem, a teljesítményünk se lesz jobb, sőt, inkább rosszabb lesz tőle, mert érezzük, hogy van egy olyan zavaró körülmény, ami alapvetően a koncentrálásunkat nem pozitívan befolyásolja. Tehát ilyen esetekben érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni. Meg hát itt is vannak olyan problémák, hogy az illető amúgy egyébként, aki izzadékonyabb, és a tenyeréből dől a verejték, az mondjuk a papírt hullámosra izzadja, vagy megint csak az okni cipőt csatakosra izzadja. Azért azt lehet mondani, hogy ez így alapvetően nem jó. Meg a párválasztást is azért nagyban befolyásolhatja ez, hiszen egy állandóan izzadó férfi vagy nő az nem biztos, hogy feltétlenül legkívánatosabb a párjának. Hát vagy jó, hogyha mind a ketten ugyanannyira izzadnak. Ez lehet a megoldás. Kell külön egy oldalt létrehozni. Társkeresés, igen, verejtékező társkeresés, ez egy ilyen nagyon jó dolog lenne. Ha valaki nem szeretné ez az oldalhoz csatlakozni, akkor milyen lehetőségei vannak azon túl, hogy a homlokát, a tenyerét, mindenét befújja ez a dolra? Hát ez a dolog nem is igazán használható, az a baj. Ez csak a hónajban játszik. A hónajban igen, különféle egyéb verejtékezés, gátló készségek, eszközök azok, amik esetleg használhatóak. De hát, hogyha valaki nagyon izzadékony, és tényleg az van, hogy az ingét naponta többször át kell cserélje azért, mert ő nagyon verejtékezik, akkor be lehet vetni egyéb elmés fizikai eljárásokat ennek az egésznek a meggátolására. Azt kell tudni egyébként, hogy azért ezeken a nagyobb felületeken, tehát a hajas fejbőrön, a tarkótájon, az arcon, a mellkason, háton, tenyereken, ott azért már hőcsere is van, tehát onnan igazán permanensen megszüntetni a verejtékezést, azt nem nagyon szabad. Viselhető állapotban nyilván lehet hozni. Tehát, hogyha valakinek ez zavar, akkor van egy iontoforézisnek nevezett eljárás. Micsodának? Iontoforézis. Iontoforézis, ez egy nyelvtörő. Ez egy logopédiai kérdés. Az iontoforézis tulajdonképpen egy felszíni elektromos kezelést jelent a bőrnél. Magyarul, ugye hát az, hogy a verejtékmirigyek termelnek-e verejtéket vagy nem, az egy idegi ingerre adott válaszreakció. Tehát ő rájuk rá sugárzik egy idegszál, az idegszál, hogyha ingerületbe kerül valami miatt, vagy mert nagyon meleg van, vagy mert olyan szituációban vagyunk, ahol ennek meg kell indulnia, akkor szól ennek a verejtékmirigynek, hogy termeljen verejtéket, ő meg szerencsétlen, más nem nagyon tud csinálni, mint hogy verejtéket termel. Na most, ha valakinek több verejtékmirigye van, több verejtékmiriggyel verte meg a teremtő, mint amennyi egyébként kéne, vagy ezeknek a mirigyeknek a bekapcsolása nem igazán adekvát, akkor ebből lehet probléma, és az iontoforézis kezeléssel ezt az idegi hatást, ezt lehet blokkolni, tehát túl lehet ingerelni ezt az idegmirigy átvitelt, ez egy elektromos árammal. Tehát elektromos árammal megszüntethető a nagyon durva izzadás. Ez minden testtájra igaz? Ez minden testtájra igaz. Alapvetően vannak nehezebben kezelhető testtájak, vannak kevésbé nehezen kezelhető testtájak. Ugye, ami nagyon sokaknál probléma, az a talp meg a tenyér. Ezek egészen kiválóan kezelhetőek ezzel a dologgal. Vannak nehezebben kezelhető területek, az arc, a hajas fejbőr, ezeknél általában több kezelés kell, mire az ember a várt hatást eléri. Azt megint csak ki kell hangsúlyozni, hogy az elért hatás nem lehet permanens,
és nem lehet tökéletes. Tehát nem szabad ezeken a területeken végleges verejtékmentesítést létrehozni, mert az illetőt el fogja vinni a hőguta. Tehát muszáj valami maradjon, mert a hőháztartásunkat fenn kell tartani, de zavaró mértékről, egy tolerálható mértékről lehet csökkenteni ezt az egészet. Maga az eljárás egyébként nem egy bonyolult valami, elektromos árammal történik, tehát a betegek éreznek közben, kezelés közben valamit. Hogyha tenyérem... nem kellemetlen vagy fájdalmas? Fájdalmasnak nem mondanám, a tenyérem meg a talpon szoktunk tudni nagyobb áramerősséggel kezelni, ott általában azért mondják, hogy ez most azért csípked. Hát ezt nem is lehet úgy csinálni, és az a, ugye, általában akik ide jutnak ez a kezeléshez, azok ezt általában már megpróbálták vagy valami házilag összeeszkábált eszközzel, vagy valahonnan beszerzett eszközzel. Iontoforézis eszközt házilag eszkábálni. Meg lehet csinálni, igen. Én azért nem javaslom, mert azért ennek kritériumai vannak, hogy hogy lehet kezelni, illetve amikor megkérdezzük ezeket a betegeket, hogy és mégis mit érzett kezelés alatt, általában az a válasz, hogy semmit. Hát akkor az úgy nem működött. Tehát ez egészen biztos. Azért kell érezni a kezelés közben, de nem iszonyú fájdalmakat kell átélni. Milyen gyakran kell megismételni ezt a kezelést? Ennek van egy meghatározott szekvenciája, általában úgy van, hogy amikor kezdünk, akkor két nap kezelünk, egy nap nem, két nap kezelünk, egy nap nem, majd utána egy bizonyos idő után vált az egésznek a sorozata, ott pedig úgy van, hogy fordítunk a dolgon, egy kicsit ritkítjuk ezt az egészet. Hogyha valakinek ezzel megoldódik ez a verejtékezése, akkor hát meglátjuk, hogy mikor jön vissza, mert előbb-utóbb vissza fog jönni. Hogyha valakinél nagyon sűrűn kéne visszajöjjön, vagy egyáltalán nem is múlik el, azt szoktuk javasolni, hogy a otthonra be kell szerezni egy ilyen készüléket, de egyébként megtanítani, beüzemelni, meg megmutatni, hogy mi az egész, ezt természetesen meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen a beszélgetést!